Sziasztok is, hello! David, akkor ezt az együttudót! GTA baromkodás a haverokkal! Következik! Béla, akkor ezt a százat! Tibi a százat, Szityi az ötvenet! Az igen, csillaghullás, mi történik itt? Zsolti, kösz az egyszer csillagparti van a cseten? Vagy mi? Nagyon szépen kösz mindenkinek, csillagparti! Köszi szépen! Hello, Roli a százat! Lajos a 25-et, köszi! Na hát, GTA! GTA V! Zoli kösz a 200-at, Lajos a 100-at, és kecskecsöcsű Lajcsi a 25 millió forintot élőben. 25 millió, csirillió, brillió. Gergő kösz az 50-et! Hát tisztára téli szezonok vannak megint. Örültök neki? Téli gumi már pön van a cipődön? Te csöves! Zsolti kösz a szubot! Nagyon szépen köszi! Hello, hello, hello! Hello, hello, hello! Hello, hello! Milyen bugyi van rajta? Martin, most anyád bugyi van rajta. Micsoda? Ez már karácsonyi stream. Hát most mondd meg. Most mondd meg, bazd meg. Most mondd meg, rendes karácsonyi stream. Most mondd meg. Tényleg az amúgy. Örülsz neki, vagy nem? Hát valahogy két éve ilyenkor kezdődött a nagy RP stream. Akkor volt az első, Terciusként, úgyhogy ez egy jubileumi nosztalgiába betekintő, oda-visszanéző, alul-felül pattintos, habos-babos, mézes-mázas, élő számítógépezéses megmozdulás az interneton. És már érzem is teljesen, hogy egyébként itt vagyunk, és tél van. Wow. Wow és wow. Szia! Te vagy az, hello? Hello, szia! Ah, sokkal jobban vagyok. Andris, kösz a százat! Figyelj már ide, öreg geci, minek lövött a kocsim kerekét, te csöve? Szia! Te kivel beszélsz, te? Kutya geci! Szia! Ha? Ne haragudj, bocsánat! Azért mondtam. Azt akartam mondani, hogy bocsánatot kérek. Miért lövött ki a kerekemet? Azért, mert a passzomékkel itt izéni, mit hiszel, he? Te vagy a Tesco-s Vin Diesel, itt hajtsátok ezeket a szarokat, az idegeim tönkre mennek. Nem, csak egy luxi kurva lettem, tehet egy ilyen autóra, aztán érted most az egy gyönyörű szép autó. Szopolba szól minden egy apró, Marék aprójé, vagy szia, mi? Szia, öreg. Szia, hello. Nem, csak most, érted, most ezt neked fel kell ez fognod. A nap más, mint a többi, rák a gyomrodat. Másként kell Csabó! Tibi, Csaba! Mi együtt vagyunk, és most majd téged alaposan jól segbe is baszunk. Köszönöm szépen! Köszönöm! Hát az senki sem ünnepli, te gyász! Nézd csak, öreg, mivel tudom, hogy magányos vagy mostanában. Ez igaz. Ezért készültem egy ilyennel, de... Kösz szépen a csillagokat, Laci, Bambi, Norbi. A Lali. Melyik az? Az ajándék. Ott van. Abba, adattam, már a zsebedben van. Becsúsztattam. Ja, köszönöm szépen, az mi az? Jó, ezt hogyan kell használni? Hú... Az én igen. Is készültem neked egy olyan. Igen, és hát te egyébként... Te is csak maximum műpinát tudsz adni, te gyászos. Igen. Szabolcs, köszi 99-et, Adrián 145-et. Én találtam egy bizonyítékot, és Zsolti, ez szerintem vagy a Lali volt, vagy a Tranyó. Én ide lerakom a földre, mert zacskóba raktam. Ne vegyétek fel, csak nézzetek rá. Mi az? Ez volt a sátrad előttereg. Ez mi? Ez, hát néha kiesik belőlem, ha nem figyelek, Dick. Sűvön akkor. Lali, kap föl! Kap föl! Szerintem a Lali volt. De nem kell finnyáskodni. Vedd föl a szarakzsebre, Lali, még jó lehet. Megfagy még az ablakot és be tudod vele törni. Vagy zsírtritának is jó. Neked csináltam. Neked csináltam, Lali. Rüssz. Mi? Mondja, Tranyó. Megint a buzulás. Takarodj már innen a rákegyeke a gyomrodat. Csak akartam mondani, hogy én is készültem neked én. Ez szerintem egyébként ezt a Lali... Elrakom a cuccokat. Milyen jó, hogy van már szar a szervered, nem? Meg műpina. Ez nagyon jó. Ezt el leteszem ide?
Igen. Ez mit jelent, hogy az egyik világos zöld, a másik meg nem? Vajon? Van 6000 dollárom. Szia, reg! Hello, szia! Mizu. Ott esett ki a nadrágokból a fejükre. Geri, ezt belőled, de hallottam, hogy rákenték, te szar! De, hogy te? Na mi van, gecik? Leesett ez a rákos hó, hogy verjen bele! Fú... Hát mindjárt megfagyok, valami kabátot szerezhetnék. Van fegyveretek amúgy? Hát nekem van... Vigyelj, jöreg! Én is készültem neked egy ajándék. De fejezz el be ezt a buzulást, mert kezdem unni, hallod? De nem. Te passzjelő, Terminátor. Csak négy szám közt tudnám odaadni neked. Igen? Ha arra tudsz fáradni, akkor átadom. Mi van, geci, covidos vagy? Be vagy rekedvedik? Ha, ver a covid? Hát egy kicsit. Lever rá, bro. De mindjárt átadom. Mit, a covidot? Szabolcs, kösz a 99-et. Adrián a 145-et. Igen? Na gyere ide, bújjunk el, meg hát, hogy ide. Mi az, Franyó? De fejezd be ezt a buzulást. Na figyelj! Igen? Hát tudod, azt mondtad, hogy érzelemmentesen is lehet mindent csinálni. Igen? Hát és gondoltam, hogy ilyen nem megajándékod. Hát? Az a baj, figyelj csak, itt... Bum bum bum! Addig a két kezed kevés lenne ehhez a csörlőhöz, te disznó. Mit gondolsz róla, ez egy jó ajándék? Ingyen van, de mégis drága. Figyelj csak, Tranyó! Itt semmi, semmiféle buzulások nincsenek. Hát ez nem buzulás, meg nincs, összehet, nem, nem, semmilyen izé nincsen buzulás. Te összekeversz valakivel, ne haragudjál. Nem a Lajos hát vagyok. Nem buzulás. Érted? A Lajos az beveszi aló felül. Ma megérkeztem, és a Lajos azt mondta, hogy szerelmes belém. Akkor vigyen! Vigyen, minél előbb! Gyere arrébb, hogy mondjak valamit! Jó, gyere ide, most megbeszéljük, mert látom, hogy el vagy keseredve, meg vagy savanyodva, mint a 3 hetes tej. Érted? Hát meg be is rekedtem. Figyelj csak ide! Őszinte leszek hozzád. Egy izé, egy laza cumpákolásban benne vagyok, de semmiféle elköteleződés, és le fogom tagadni örökre mindenki előtt, érted? Hát ez volt a tervem most. Jó, csak mondom. De te elutasítottad. Nem, de szem most majd ezt tegyük félre, tudod? Mint amikor bemész a pékségbe, azt félrerakadod a kenyeret. Ezt úgy félretesszük. Hát az már később rossz. Jó, az akkor szobd le magad. Érted, mit mondtam? De na, én téged akarom, de jó. Jó, oké, akkor elrakjuk későbbre. Én raktuk ide a kasszagép mellé. Lajosom, egy pillanatra légy szíves, fáradjon ide, fiatalember! Elnézést! Tiszteletem, jó napot kívánok, Lajos úr! Egy kérdést szeretnék fölteni nagy tisztelettel, alázattal és szeretettel. Amen. Mi a kurva anyádat kamerázol itt, passzopó? Ha? Ki? Te, ne hazudjátsz, azt hiszem, nem láttalak a szemem sarkából? Hát, köcsög gyerek. Há, de mit hittél? Nagy leleplező videókat? Dehogy nem. Láttam. Én nem vagyok buzi. Érted? Összekeversz magadnak. Hát, te csöves. Amúgy tudod, mit kameráztam? Igen? Volt ott, én ilyen természetiskolába járok, hogy fotózni kell. Zsolt, köszönöm szeretett, Árpi. Szóra földön, he. Gábor, Arnold, Szabolcs, Adrián, Zsolti, köszépen, Bambi harcot. Ne tereld már a témát, Lajos geci! És figyelj, házi feladat volt nekem, hogy fotózni kell. Ezt próbáld kérlek, ezt a stukot. Hallod, te kisegítős geci? Ne halandzsázzál itt, mert szétbaszlak. Megrázom itt a... Mert ez milyen? Hagyd nézzem már. Nagyon jó! Mi az? Szia, Juni! Szia! Várjál már, meg kell hozzá izé matéria. 9 fül is kell hozzá, öreg? Mert ez milyen fegyó? Ez valami nagy öpik? Ez 45. Nézd csak, ez is ilyen, nagyon jó fegyver. Ha bárja, már most van. Nem látok 9 milliset, vagy rossz a szemem. Ja, de van. Van. Ja. Egy hasonlóságot találtam, képzeljétek el. Hát Rajó, gyere csak, gyere már. Lalinak a szara és Giulio között ugyanúgy néznek ki. Hát ez igen, ez ikertes féreg. Milyen féltékenyek vagytok? Ezt mire lennék féltékeny, te gyászkoporsó? Ezt is próbáld ki. Adok ehhez lőszert, nézd meg.
Hát de mennyit nem tudok elbírni, hát. De majd Peki, belakod ide, hát van egy csomó vizi, gyere ide. Vagy, vagy ide jön, belakhatok. Milyen lőszer kell? Bence, kösz a 100-at, Kristóf az 50-et, Anna a 90-et! Állj meg öreg, tessék! Oda tudod mit kéne berakni? Hé, egy izzóvasat. Na várj, hagyd tegyem már be ezeket a szarokat. Valahogyan. Majd nem lehet addig, amíg a Joker nézi? Örpé parancs tiltás. Hát nincs is olyan parancs, hogy van. Hú, bazzeg. Perarara! Perarara! Most nem tudom belenézni, azért mert te nézed? Azért mert néztem, de most már tudsz. Ezt lerakjuk, eszünk egy uzsonnát. Na jó van. Ez halálos. Lajoska! Figyeljetek ide! Most megmondom őszintén. Igen. Hogy hamarosan közeleg a szeretet ünnepe. A születésnapom? A szeretet ünnepe. És ezért... A születésnapom? Ezért... Kussolj már el, bazd meg! Szóval... Húzni fogunk... Tombolát. Kalambó nemeket, hogy kikinek vesz ajándékot, rendben? Jó. Ezeket a cetliket én fogom megírni most itt azonnal. Beledobjuk egy kalapba, és akit kihúzzon, annak ajándékot kell venni, rendben? Hanyan vagyunk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, rendben. Akkor most megírom ezt a cetlit, oké? Okay? Oké. Okay. De úgy, hogy a kínai geci ne legyen benne. Ő is benne van. De nem áll. Természetesen az összes cetlin az én nevem lesz. Az a nagy igazság. Öreg, mit mutogatsz? Ne pofázzál! Ne nézzél ide, ne leskelődjé! Ez egy füzet. Nem vagy te közjegyző, buzi gyerek. A térképet nézem. Hogy hol tudunk kibaszni téged, hogy ne találj vissza. Ez mi az, hogy vágólap? Aha. Ide fölírom most... 6-6 darab kell? 1-2-3-4... Igen. Jó, akkor most fölírok mindegyikre egy-egy nevet, rendben? Nagyon jó. És én magamnak vehetek ajándékot, ha magamat húzom? Akkor... Vissza kell dobnod, ha magadat húzod ki, de szerintem nem lesz ilyen probléma. Ja, úgy megkevered, hogy jó legyen. Persze. Most ebbe a táskába beletettem a cetlit. 6 darab. Mindenki elvesz egyet. Öreg. Igen. Nézd csak, adok neked valamit. Nem kell, írd meg újra, nézd csak ide. Lerakom a földre, vedd föl, oké? Jó. Ott van a földön, tessék, nézd meg, van rá írva valami. Tudsz írogatni, meg ki tudod írni, itt volt a sátramba berakva, szeretnéd, megvan? Ez hogy veszem föl? Hogy veszem föl ezt? Hát úgy, hogy megnéz... Megfogod a kezeddel, te buta! Igen, a fejedbe. Ja, aha. Csak ő... Megvan? De előtte meg kell nyitni a zsebedet, te buta! És használ? Fel tudod írni rá, öreg a... Amit szeretnél, adok 6 darabot, jó? És akkor játsszuk azt, hogy mind a 6-ra felírsz egy különböző nevet. És jó. Így szépen egymás mellé randomban ledobod, és oda megyek, felveszek egyet, és akit húztam... De hogyan írok az, bele, baszd az, meg? Az, annak ajándékoz, oké. Hát beleírással vannak bajok. Hogy kön? Hát úgy, hogy a fejedbe aztánra húzol, és hú. Hát akkor megírom én a neveket, öreg? Szeretnéd, és te legolj a földre? Én ide írtam a Giuliót, ezt a Giulio neve van ezzel. De ezt, figyelj csak ide, Tranyó, meg leszel baszva, te ne irkálj egy cetliket, köcsög gyerek. Én vagyok itt a jegyző, érted? Akkor öreg, adok neked, hanyan vagyunk, öten? Hatan.
akkor adok 6 darabot, jó? És mindegyikre rá tudod írni majd a nevedet. Rembe, rembe. De öreg, megvan a 8 általános, tudsz írni? Szóval így írok rá, de hogyan? Mennyi van nálad? 6 van nálad? De öreg, ugye már ez úgy működik. Egy darabban. Ezeket én kaptam, Joker. Akkor add már vissza. Tényleg, akkor add már az öregnek. Gyere öreg, gyere öreg. 7-1-6, Ricsi, kösz szépen a 400-at. 7-1-6 volt a neki az utolsó, jól emlékszem. A szerencse számom. Máté, kösz szépen! Áldi a 30-at, kösz! Na, sikerül? Köszönöm. Aha, ott van. Hát bazd meg, ennyi kínlódás, more. És akkor Kossi. Onnan tudod, hogy jó, hogy ha megírtad öreg, akkor a zsebedbe már csak jegyzet lesz egy sima A4-es lap, érted? De belekattintok és elvileg írnom kéne tudni? Amúgy. Igen, a simában, de nem az izé. Giulio, de nem az már, mert ennyi volt nálunk, bazd meg. Mit te mered a szabad, akkor a téged. Na jó, akkor most... Tudhatom az öregnek. Öreg, odaadom. Sikerült megírnod? Nem. De megoldjuk. Na szóval... akkor vajon segítek, leoktatlak, jó? Vedd elő! Van, az a lényeg, hogy úgy veszed elő, hogy a... úgy, ami a kezedben van, érted? Na most jó. Igen, és csak azokat tudod írni, ami üres. Ami már írva van, arra nem tudsz írni többet. Rembe. De kicsit bebugolt nekem amúgy. Nagyon, nagyon jó. Mennyit írtam meg eddig? Ez lesz az ötödik. Kell még öreg? Elég ez, elég ez. Na! Most ki kell húzzatok. Jaj, bocsi, véletlen. Elnézést. Bocsi. Lali. Ebből a táskából kell kihúzni, rendbe. Elmegyek oda, hogy ne legyen keveredés, és akkor egyenként jöhettek. De becsülettel és titoktartással kell kezelni ezt, nem beszéljük ki, meg ilyenek. Na kezdem akkor, férfiak, az elsőként. Na, akkor Juni. Na, begyúsz a táskába, kihúzod egy cetlit. Megfogtam öreg, megfogtam. Micsoda, micsoda? Aha, itt van a kezemben. Parancsoljál. És nem nézhetem meg? Megnézheted, de nem beszélheted meg másokkal, mert az csalás. Rendben? Szia, Georges! Nem rakod le az összeset, azt randomba tudod. Ó, faszomba! Mi van? Igen, na, jövök. Mi van, nem rólt húztál, Juni? Na, hát nem a legjobbak. Meg ki lett volna a legjobb? Vegyem ki a zsebedből, öreg? Vegyem ki a zsebedből? Az is jó, vedd ki. Figyelj akkor. Megteszed, hogy felteszed a kezed. Inkább odaadom akkor, bazd meg. Parancsoljál! Köszönöm. Nagyon jó. Hát én most tanástalan vagyok, mit vegyek ennek a úrnak, vagy hölgynek. Gyere ide, légy szíves! Jöhetek. Gyere, gyere. Szia, Lajos. Én húztam a legjobbat, haha! Köcsögök. Adom, adom. Ő belenyúlok a táskába. Becsukom a szemem, megkeverem. Ez lesz az. Ide kell húzni, bazd meg. Ja, igen. Parancsoljál. Ó, megvan. Ó, én hizet. Parancsoljál! Itt van! Gyere ide, te tojás! Baszta! Belülök a táskába, kellem... Parancsolj! Nem mondhatom el. Joker, te engem húztál? Nem mondom el, én húztam a legjobbat! Most mondom, hogy nem szabad megbeszélni, mert most csalásnak minősüljön, és azonnali kizárást mond maga után. Normi, kösz a 200-at, Tibi a 100-at, Dariel a 310-at. Igen. Nem húztál. Hát ami nálam maradt a táskában, az nálam van.
tényleg? De hogyha igen. A de én még nem néztem meg. Maradt nálad? Hát igen, ez jó kérdés, most megnézem, rendben? Benyúlok a zsebembe. Mikor mondjuk el egymásnak? Mondom, hogy nem mondjuk el, bazd meg! Hát ha kilogikázod, akkor nem húzhatta magát, te buta. Te egyébként te süket vagy? Megnéztem a cetit, én is a legjobbat húztam. Basz meg, engem tényleg? Tudom, hogy engem? Ennyire nem húzhattok engem. Figyeljetek ide! A lényeg az, hogy nem szabad megbeszélni egymással, mert az csalás. Na, milyen dolog, Máddi? Legyen meglepetés! Az öreget húzta! Ilyen jó, nincsen. De mikorra kell ajándékozni, öreg? Mondjad már! Karácsonykodik! Hát mikor kéne? Ja, hát azért messze van. Hát azért, akkor az is lehet, Mikulás is jó. Karácsony, amikor a családommal leszek. Nincs is családod, te gyász. Hát de van, akitől kaptam a Maseratit. Hát milyen Maseratit? Ezt is loptad, te csöves koporsó szög gyászkeret. Ezt a lerúgott fast amúgy kaptad valakitől? Hát le se köpném, le se köpném. Lyukas a jobb hátsó, ide látom, látod? Ma van első, a lyuk, fasz meg. Ezt a lerúgott fast. Tranyó. Álljál le, mert főpofoznak lábbal, buzi gyerek. Nem megmondtam? Ha? Íh, bocsánat! Mondtam. Bocsánat! A kurva anyád! Véletlen volt, öreg! Ez, bocsánat! Tényleg véletlen volt! De miért beregszel, Judy geci? Hát most miért is meg, öreg geci? Hát komolyan mondom, azt kell, hogy szétpofázzal? Most komolyan mondom, itt fogsz fetrengni! PAM PAM! Fejezzétek már be! De berekedj! De nem már! Bocs! Gyere, bozd meg öreg geci, szétklopfolom azt a hülyeféle! Késsel jössz rám, te buzi! Késsel jössz rám! Ne! De ne üssed már! De ne üssed már! Késsel jött rá a kínai! A rákot! Álljatok már rá, bozd meg! Állj le! Passzomat már nem... Figyelj, de Tranyó, utoljára szólok, fejezd be magadat, viseltessed! Mert szanar rojtosra leszel szétbaszva! Te retek pészek! Te patkány rágta szutyok! Leüssem öreg, leüssem! Üssed! Ej, baszd meg! Két legyet egy csapásra. Ez véletlen volt. Nem tudom, mi történt. Hihetetlen. Abba, Juni! Juni, no? Meg vagyok, ne izgulj! Na, figyeljetek csak! Ezzel a szarral arrébb kéne tolni ezt a retket. Ezt? Hát. De ronda ez a geci, nézd már! Árpik, össze 25-ed! Lalinak nem öreges szeszítette, dehogy nem. Csak az volt mindenhova írva. Hold ma arrébb a szaroddal! Legugolna! Ráhugyazott a hamlokára, az úgyis divat mostanában. Öreg, amúgy láttam, milyen kocsim van? Dik, most mit magánykodsz, csöves gyerek? Hogy ne, észre meg el maximum. Én nagyon csúszik, megnézed? Gyere, próbáld ki, öreg, gyere! Hát nagyon furcsán önzetlen vagy, Juni, ez gyanús. Ez de eléggé gyanús. Nem szálltam bele az ülésbe. Menjünk egy kör. De Lukas a kerekedik, nem? A Joker kiukasztotta. Ímare! Nem törd össze? Hát nincs összetörve, testvérem, itt sofőr van. Ja. Érted. Nagyon jó. Az a nagyon jó, az nem itt kezdődik. Mutassak neked egy nagyon jó. De a kuplungot ne égesd már le. Bátyám, mutassak egyet, Csudika. Na. Egy nagyon jó. Azt tudok mutatni. Semmi baj nincsen. Na, hát ez... kutyafasza. Oda van írva, hogy budos? Az mit jelent, hát? Mit jelent az, hogy budos? De ez város. Jó napot! Gyertek már! Hova? Hagy álljak már kint, mert nagyon melegem van. Amely járdik. Azért cigit csak elszívok. Hova medünk? Állj már meg itt, állj már meg ennél a csövesnél a robbant sorónál, le kell húzni pénzekkel. Mi történt itt? Nézd csak, a talpam megkapaszkodom. Jó napot kívánok! Jaj, elnézést! Szakszervíz! De bazd meg, mit csinálsz? Normális? Tényleg. Jó napot kívánok, ja, sárga angyalok vagyunk. Tiszteletem. Tisztelet, még mibe segíthetünk? De van egy problémám, mert robbant itt a szekér. Ne bassza be meg a radai. Azt mi baja van? Nem mondom. Hát én nem tudom, egyszer csak megáll. Jó, itt kiszállási díjak vannak. 3000 dollár, a további alkatrész beszerzés meg szerelési díj. Az a problémát hát, rávilágítása után derül ki. Igényli ezt a szolgáltatást? Akkor adja ide a 2000-et, azt itt a
szerelővel meg is néz, hogy mi újság van. Na, megnézzük. Hát... Katalizátor van alatta? Nézzük meg. Várjál, mert számlát kell írni. Még ne állj neki, Judy, még nem, nem pizette. Mondjon egy kedvenc számom. A 716. Lali, hozd majd a csővágó. Várjál. Na jó, mondj. Nem tudom, ide adta. Talán, na, köszönjük szépen, akkor itt megírom a számlát most. Foglalt el, jó? Uram, és mikor költött itt a város? Nemrég. Húzod már, nagyon esik most. Nem bírom ezt idegileg. Egy sétálat tudna jönni, mert most... Jó, figyeljen ide! Nem csak sárga angyalok vagyunk, hanem szemvizsgálat is. Figyeljen! Nézzen ide! Lássa az alsó sort? Nem igazán. Az probléma, az probléma. Nem kellett oda. Az probléma, nem lássa az alsó sort? Nem igazán. És van jogosítványa? Hát, valahol van. Hát ez baj, mert így el kell vennünk sajnos, mert szemüveg nélkül nem lehet vezetni, nem lát. Az Isten bassza meg. Érti? Ezt érezni kell. Mi a vérében van magának, vagy mi? Ez így van, ez így van. Ezt a kackiás bajszú kurvege. Na jó, most elengedjük, de legközelebb nem leszünk ilyen izék, rendes emberek. Viszontlátás! Jó van. Tamesz Bakalaba, Szotyi. Viszont. Imre, kösz a 35-et. Gergő az 50-et. Egy Miner! Ne dudáljál! Köcsög gyerek! Ja. Sziasztok! Szóltam! De milyen jó a kocsi. Ebből baj lesz, ha már látom. Óvatos leszek, jó? Ne dudálj! Tűzd! Nézd oda! Már ez ki? Nem. Nézd meg, mert az ujjam végét. Várjál, hogy olvassak utána, hogy van a kreszbe? Hogy aki másnak vermetás, az index folyadék? Ez igaz? Tényleg? Joker ebben a lemoncserébe a motorfig betét? Le. Úristen, én ebben nem cseléltem motorfig betét. Szeretnék kocintani veletek, mert ünnepnapon vagyunk. Komolyan? 2 éve körülbelül ilyenkor találkoztunk először. Ja nem? Meg nem tudok jön utánunk, de meg rászólhatok, hogy letörj a szakot. Az a tranyó, geci. Vigyázz! Nem látod? A kurva nyelvás. Jó vagy? De tényleg, geci, minek ugrálsz ki a gépjárművet? Jó! De neked ezt fétyese? Álljál pérre, Judy. Gyere, jó vagy öreg? Szálljál ki, Judy. Kérjél bocsánatot most, amit megteheted. Meg vagyok. Mi az, hogy megtehetem? Azért, mert szájba leszel baszkodva. Na gyerünk. Nem hozza senki a mercimet. Miért nem hozott te? Beszélünk mindannyian. Mit csinálod? Mi között van hozzá? Hopp, ezt... Ne. Én csak egy lepke vagyok. Ebből probléma lesz. Követnek minket a huligán fiatalok. Állj le! Nekem jönjük is meg! Hát ki ment a berekam te! Figyelj már ide, te köcsög! Meg leszel baszva! Meg leszel baszva, te rá! Junit hagyjuk itt a passzomba, mert trókodik állandóan. Gyerünk innen! Imre, kösz a 35-et! Gergő az 50-et, Máté az 50-et, ha valakit kihagytam, ne haragudjatok, srácok! Köszi szépen! Az a baj! Menj tovább! Nem történt semmi, menj tovább a faszomba! Ez egy troll, geci! Jó vagy, Juni? Geci, vagy csúszott egy ég! Állj már meg itt! Hagyd tegyem be a pénzemet! Mert van nálam egy... Nincs is pénzem! Hát ez az! De elképzeltem, mi lenne, ha lenne! Szia! Juni, tudunk beszélni? Nem tudunk hógolyózni amúgy? Nem tudom, nem tudunk? Nem lehet? Hogy kell hógolyozni, tudod? Nem tudom. Milyen kérdezik a Jokert, a nagy hógolyó. Joker! Ez mi? Idegen vagyok. Valahogyan lehet... azt keresem, hogy hol lehet ilyen sétálási... stílusokat. Nincs hozzá nagy hó. Azt mondja, nagyobb hó kell hozzá. Ez de megérdemelted. Jó vagyok.
Nem tudom, hogy hogy lehet izéni. Mi van, pazd meg? Nem szálltok be, baszadékok? Figyelj már, Ranyó geci, a bankba indultunk kell. De én nem ülök be melléd, mert nem tudsz vezetni. Jó beszél. Pláne. Van nálam egy kis pénzecske. Mennyi van? Inkább veszek fel egy hitelt, az döglök bele, mint hogy beüljek mellé. 6000? Hol láttam? Ja, itt 102000 van. Aha. 102 rugó. Nem vidd el a bucik. Te figyelj már ide, Juni. Az ott nem egy Merida Duelta lesz a Robinnak a biciklije? Ha? Hell, Lajos! Ez az volt, az a Merida. Az egy Merida. Triple Trust. Normális vagy? El kell menni a izéhő. Autókereskedéhő. Nézzük már meg, hogy milyen szekerek vannak most felába. Most nagyon jók vannak. Ez a Maseratit is onnan választottam. Jó van, kussoljál már. Megfizette nekem. Szerelem, eddig a legjobb életed lesz szerelem. Mekkora egy kurva vagy. Az egy kurva, jó mondod, kínai, jó beszélsz. Ez egy retek pészek. Hát a gyerek passzát akarod szopkodni, most meg másnak a passzát szopkodod. Hát ott, hogy, oda, oda, ott még a patkány is járt. Az abban a lyukban. Hát. Kevin, kösz a szubar. Te kurva. Lefőtt leves, érted? Te kurva. Ennyi már a Lali is, már a tiéd. Jó van már, te kurva. Áramot kémbezetted. Hát ezt nem hiszem el, na jó. Hallod, baggeci? Állj meg, te kurva! Most én erről mit tettek, hogy nekünk jön? Ne lőd már! Ne lőd ki! De most még kell ilyen erő? Jó, hívom a rendőrséget. Ne lőd már ki! Juni! Juni! Elszomorodjál meg. A kínai, ezt most miért kellett, ha? Nem mész sehova. Hát a kurva életben hányszor. Szállj már ki, geci, mert ez probléma. Na most már megölhetem? Szálljál ki, pöle! Hallod? Ne kelljen hálomig számolnom, mert nagy baj, te kurva élet. Megölhetem öleg, de most... Öld meg a passzombát, normális az ilyen? Ne öld meg! Ne öld meg! Figyelj csak ide! A Terminátor! Nem raboljuk. Raboljuk ki ezt az izé, ezt már senki se érti, bazd meg, mi történik itt. Nem raboljuk ki ezt az nem, érte. Nem, nincs rablás, közeleg a karácsony. Semmilyen rablás. Laci, kösz a 175-öt. Szia, Lali. Lajos. Én nem tudom, mi a faszom van. Szemem kiég. Van valami új Verda? Valami jó lerugott? Honda, Civco. Hát ugyanazok vannak, nem? Nagy bömbölő. Hú, ez pacek ez a gép. Ilyen van nekem is. Az anyám. Bentley, Kintley. Skyline. Hát. Nagy milliómos kocsik vannak, ilyen lerugott szarok nincsenek. Úgy látom. Az öregnek ez a fétise. Ez mi ez? Ennyi. Hát. Nincs semmi szemre való itten. De van. Nekem nincs, jó? És ne te mondd meg, hogy van-e. Te köcsög. Figyelj már ide! Érted, te köcsög! Beszélj már légy szíves velem szépen! Micsoda nem hallak! Te köcsög, geci! Fogd már be popádat, te szanaszét baszott! Meg kezd elegem lenni belőle! Rojtosra, vágott csepel bicikli, te nem bírsz magaddal? Mindenképpen ütni akarsz, ha? Te érted, én most tök kedves akartam lenni! De nem kedveskedjél! Érted? De a faszért kell köcsögözni! Te ökör, geci! A rákot megeszed minden! Állj már le, Tronyó! Állj már le! Faszom belé, nem bírsz a picsáddal? Mondom, hogy normálisan akartam, de leköcsögözöl. Hát mert egy köcsög vagy. Te köcsög! A hülyeséget mondta, te kurva! De
De a faszomat a nyakad köré, öreg geci! De ne késsel, gyere, kínai faszopó! Szúrd le! Szúrd le, csöves! Hát ezt nem hiszem el. Egy Joker? Mondjad, a Giulio előbb kihívta a rendőröket itt a lövöldözésre. Csak mondom. De hát én be tudom bizonyítani, hogy a koszos lövöldözbe. Nekem meg telefonosítsam, hogy ez téves. A kurva anyád, leszórod a Giulio-t, te! Hihet már, a rendőrséget hihetok már, uborka! Rendőrséget! Azt a kurva! Hihet a rendőrséget! A kurva ered! Jézus! Jézusom, te félek! Jézusom, mi ez az erőszak? Felekülhetek, srácok! Mi történik? Jó, nyugodjanak meg, polgárőr vagyok! Jó napot! Elszabadultam! Nyugodjanak meg, hívják a szerveket! A szerveket? Már jó, van a rendőrséget! Milyen szerveket? Az... Belső szerveket? Azokat! Tranyó, maradj lenn! Íte! Így van nála! Jézus! Lajos, hívd a rendőrséget, álmokfutó! Hívom! Ó, geci! Geci, nem bírom ellőni, bazdmeg. Íte meghalt mindenki. Jézusom! Mi ez az erőszakos ország? Jönnek ma a rendőrök, herr. Jó, megvárjuk a rendőröket, elmondom, hogy mi van, oké? De mi történt, herr? Látták, hogy jött egy megmentő és lelőtte ezt az ember, de már elszaladt. Tényleg. Hát hogy a faszom vele? Hát ki volt az a megmentő? Úgy hívják, hogy Hasmurodó itt a nyásos. Nem láttad, hogy nézett ki? Véletlenül? Láttam. Én egy fehér alakot láttam, he. Már kihívtam a rendőröket! Na most fölmegyek a Facebookra. Kihívtam. Az bejelölöm agyába. Ez mi? Ez mi? Ez férfilaj, he. Az egy oroszlánpóka. A lába között az van neki, szőrös oroszlánpóka. Íte! Az egy veszemedett jaguár. Ezért mondom, hogy mindig bazeg nézem a kék fény. Azt nézem, hogy milyen gonosz emberek vannak itten. Érted? Mi az a kék fény? Hát nem tudom ennél jobban elmondani, vágjak alá. Jaj, bocsánat, elérnem. Olyan kék, mint te. Cigibet próbáltam. Maguk szívtak amúgy valamit? Melyik? Tiszteletem, jó napot, doktor úr! Jó napot! Jó napot! Nagy problémák adottak itt. Szívte maga Mary Poppins, ha? Az vagyok, aki olyan paszt vág alá, hogy szemed kigóvad. Vigyázz rá! Te... Az úr az is a versenyeivel vágok rád. Nem kéne itt ilyen szemtelenkedésekbe belefolyni, mert aztán durranak a izé csicskalángosok, csöves kukoricák. Szanasz éjjel rojtosra, karpiórosra lesz baszva a picsátok. Miért kell itt pőhúzni? Miért kell pőhúzni itt a barátom a csúfolyátok, hogy értelmi fogyatékos? Meg hogy rapinát volt kiskorába, meg kavicsokat dugdosott a seggébe, hogy fájjon a barátainak a fasza? Erről van szó? Há, féltékenyek vagytok? Nem vagyunk. Jól tette. Lajos, ezek és rólad beszélnek. Nem tudom, látod? Mi van itt, hát? De hát az már mi lenne? Elmebetegség, ha valaki ilyeneket csinál. Álmokfutás történik. Azt hozzáteszem. Mit mondott, ezt nem hallottam. Mit mondott ez, Lajosom? Gyere arrébb, Lajcsi. Nem tudom. Valami elmebeteg vagyok, vagy te? Én? Itt, ura, magába verekedtem. Íj, mora, a teremtés fény. Nézz a fény felé, látom a fény. Megyek! A messiás! A fények! Mi a szá? A messiás, he! Ez átvilágított időszűrő, nem világít így át, geci? Az anyámat! Jön a messiás! Na most szerencsétek van, mert ez csak egy erőprezentáció volt, a jobb kezemet megemeltem. Jó van, húzzatok papa! Azt a kurva! Érted? Ha balot meg, a balt megelem meg, na! Ha a balt emeli meg, most megemeltem a balt! A balt megemeltem, jönnek a gonoszok a föld alul, a démonok! Vigyázzatok, mert rontásba szok rátok, gerincetek eltörik. Csövesek. És ha megemeli mind a kettő kezét, akkor mi van? Azt már mindjárt meglátod. Jézus. Amúgy... Ezt figyel! Fem! Miért van nálunk esernyő? Hát bazeg, bak vagy esik a hó. Jézus! Nyomorodjál le. Lacik össze két hónap, két dollár
Bertal a 49-et, Zsolti. Az ki maga, há? Az én nevem Juan Pablo Álvarez Duncan McLeod Copperfield Rábin. A második nevemen a rekkesek leverője, a gypsik anyja. Tonyalsos Tonyalsi, ugye? Na, ezt honnan tudod? Fasz van, ha? Vagy finom. Hát ezt hallottam. Ígyitek fel, megmentette. Lészétek régen a Songokut, ti uborkák? Há? Yeah. Azért mondom, mert ezt én tanítottam őt kábehámézni. Az én nevek Pálcsenkény. Pálcsenkény a karatekölyökből. Maga Isten. Így van, figyeld. Bam! Érted? Az egy 180 centis volt. Legyenek kedvesek arrébb állni. Hát a rendőröket hívd már ki, kínai. Kocsimbó kiszólás, ha. Én csak azt akarok megkérdezni, hogy most ez nő ja. vagy bocsánat. Azt hittem, ez ilyen élményvezetés. Ez tényleg az? Elvigyem egy élményvezetésre, hát. Uram, jó van, látta maga. Hát, nem kérem. Sanyik össze a 25-et. Én soha. Norbik össze az 50-et. Csoha, vágod csoha. Csak hagytam magam. Hallod, neked ismerős a hangod? Éhá. Lali, veszem valamit? Vagy mi lesz? Há, Lajos! Fiatal úr! De most nekem beszélsz? Igen. Ironizálod itten, mert öreg vagyok? Há? Kezd főmenni a pompa. Is. Jó, nézd ki el, valamit. Sanyi, kösz a 25-öt. Mit akarsz, Dick? Te akarod fogni az öreg faszád, buzi vagy fiam, vagy mi? Ha? Amúgy itt mindenki ízik, amúgy igen. Ez a mi hibánk. Nem szóltam. A felelősségünk az RP közösségre. Claudia, kösz a 99-et. Lali, mit csinálsz, bazd meg? Belépsz a Facebookon azon a gépen, vagy mi a passzomat húzod az időt ennyit? Há? Figyeljetek, hadd tartsak egy kupak tanácsot gyorsan! Tarthatnék egy gyors kupak tanácsot! Mi a fasz van? Há? Te ki nagyon a bögyönbe vagy! A bögyönbe vagy, te csöves! De ez, erről szeretnék beszélni. Nincs bocsánat számodra! Hogyha a Lajos is... Nincs bocsánat! Elkárhozol! A 13. kerületi cigánbajnai jogaimnál fogva egy oda-visszanéző, alófelő pattintó, habosba most mézes pázas kitiltás a számládra írva mostantól vagyon. Ne menj el, Joker! Ha bekapod a faszom, egy kicsit hagyom. Érted? Lali, gyere vissza! Akkor kiszáműzted? Ez már ki van. De várjatok már egy kicsit. Én most tényleg egy kupok tanácsot akartam visszahívni. Juni, jössz vagy maradsz? Persze, jövök. Hát bazd meg, akkor mozogjál már. Honnan Joker? Itt vagyok, hát! Ezt te vagy itt előttem? Ha! Dick milyen autójon? Aján, Dick bot, hát! Kösd be magad, mert pittyeg ez a szar, szén... Le leszel izéve. Le leszel csomkolva. Nem tettem be magam, fűzök benned. Rendben, Johnny. Legyen így. Aha. Direkt akartam itt megállni. Direkt így akartam, így szívni. De hogy neki is... Nem mentél, nem. A Jokerről. Hát ezt nem hiszem el. Itt vagyok te rá. Menjél már be, Dick! Egy kupak tanácsot tartsunk már! Itt van alattam a kupak, azt tanácskozzám bele. Aha. Megjöttünk, bassz meg! Előtötte egy sárga geci, átmegy kétszer rajtam. Nem hív mentőt is. De mi az, hát, hogy sárga geci? És mi az, hogy nem hív mentőt? Jézusom, milyen csúnya beszélek. Ez a baj a mai fiatalokkal, bassz meg! Be vannak sárgóba az irítségtől. Hé, Joker, te meg ezt vagyok? De büdös vagy.
Ahogy hagyom. Figyelj, erre! Adj már kölcsön azt az valamit. Én magára emlékszek, uram. Kölcsön adom. Mondjad, mi van? Szerettem volna mondani. Igen. Mi a kedvenc számod? Elnézést kérlek, hogy a mobil viselkedésem miatt. Rebben, Lajos. Nagyon csúnyan ki kellett a igen. És ilyen az azt szeretném tőled kérdezni, hogy a rám ruházott hatalmadnál fogva megbocsátasz-e a tragyóra, vagy nem? Nem, tudtam, tudtam. Tiszta szívemből bocsánatot kértem. Lukd föl, lukd föl a lyukadba. Melyik? Ez itt jobbra, ez a nagy. Megint elloptak a simát. Az igen, hát. Az igen. Menj már innen ne! Te az kinek magyarázol? Van pészkegy, érre. Mennyibe kerül egy ilyen? Mi ez a büdös, ha? Közel van az orrod a seggedhez, te gyászkereszt. Azért van ilyen büdös, hogy a rák egyeki azt a retkes gyomrodat. Ez a kocsi, mi? Az. Ilyennek a gyárba szenvedni. Ilyen ilyen büdös, te faszopó, húzz innen a nyárba! Hát persze, ide érzek! Az igen. Valaki kérdezi, mi van a bajusszal? Jó estét! Tavez Magtáló! Szolgálatba fogom helyezni magam. Elvon sárgulva maga uram! Gyorsan úgy kicsit megette! Na. Jó napot kívánok! Szolgálatba vagyunk! Szevasz! Jövök már, jövök! Jó napot! Én mi ez a merdöget? Polgárőrök. Szállj már be! Ezek a nő, a nőste, meg a... Nem kell Lajosnál fikázni. Gyere be! Judy, gyere be! Ha az én nevem. Te szeretnél nekem dolgozni? Mit viccelődöl? Az Lajos névet, ha? Ez a... Hát öregőt nem száműzted? Elnézést! Jó napot azt a biciklis kurva eget! Ott a messiás! Ott a messiás! Ez, hogy mindenki ízik mondjuk ettől a... Lali, hol van? A cringe összehúz, bazd meg. Itt vagyok, mögöttetek. Szia, Lali, te vagy? Szia, igen. Most igazoltatások fognak következni. Szóval, hogyha már így együtt vagyunk... Elnézést kérek még egyszer, tényleg. Menj a lízzál, köcsög! Húzodjon pérre! Most azonnal! A tranyóhoz, nyakomágom! Húzodjon félre, mert probléma lesz! Ez kijárt, ez kijárt! Az te vagy kínai? Há! Ja, azt hittem nem te vagy, bazd meg! Szóval, tényleg, ne haragudjatok, ez egy elkattanás volt! Összességében... Jó van, már kattogsz elegeddig, mi vagy te metronom, hogy basszol a prongyod! Há! Kérdeztetek valamit? Retkes! Igen. Állandóan vereked el! Szomorodjál meg! Kérek el, de neki a gecit érdekel! Nem tudom milyen tréningre kell menni, olyan egy kötél van a nyakad körül, azt lóksz, mint egy karácsonyfadísz. Kis fama tornát. Három évig. Tényleg, ne arra nincs, de nem lehet ezt már megbocsátani. Bazd meg. Hallott, Tranyó, kérdezhetek valamit? Fogd már be a popát, kurva! Hát, Tranyó, hagyj kérdezek már valamit. Voltál már faszra felpofozva? Jaj, akkor most leszel, vagy mit, Juni? Én nem. Ja, azt hittem. Azt hittem végre bevallod a szexuális identitásodat, szóval te buzi vezér. Tényleg, nem tudom mi vezérel ilyenkor, de kedvelem az erőszakot, és hogyha jól elfenekelnek. Tanós vagy, Marek? Adjál neki még egy popon, Juni. Ez nem bírsz ezzel. Ez. Még egyet, egy nagyobbat! Ez az, üssed! Az mi van ilyen izé nagy rostos bútorlap hangja neki, hát? Ez nem ez a Pinocchio. Ezt tudod mi volt? Sisakom! Tényleg? Akkor a kurva anyádat! Ez az, popozzátok! Ne fejezted már, te kurva! Ha? Válaszoljál! Üss el a segéd, Joker! Üss el ezzel! Válaszolj! Ez már az a rész, amikor faszában főpopozva? Nem! Jó, szálljál ki, szálljál ki! Keményebben! Szálljál ki! Judy, van nálad baseball ütő? Hát, Jokernél van. Itt van odaad, ugye? Nedd majd ide! Figyelj csak, Tranyó! Most már azért gondolkodtunk egy ideje itt a barátaimmal, hogyan tudnánk veled a legjobb kommunikációt kialakítani. Bele leszel ültetve. Igen. Juni, megmutatnád neki, légy szíves? Persze. Hogy szeretnéd, hogy egyszer kapoljam, vagy többször? Hát nem tudom, ahogy ő szeretné. Ez az, ez az! Adjad neki! Gyerünk, gyerünk!
Ne menekülj, kurva! Bántod az öreget? Giulio! Ezt már. Be fogsz állni? Fejezd már be a bőgést! Hát így nem lehet dolgozni. Jó napot kívánok, álljon pérre! Hello! A 13. cigán majd a rendőrségtől vagyunk. Jó napot! Itt a sávvezet, jól látjuk? Közúti ellenőrzés. Nem. Papírokat készíts elő sürgősen. Rendben. Jó napot kívánok, kezdjük. Húzódjanak félre, jó napot! A fehér Audival rendben, jobb oldalra, köszönöm szépen! Ez egy BMW, te fehér! Ez egy bicikli. Jó napot, polgárőrség, kezdjük, csókolom! Problémába ütköztünk. Tiszteletem! Jó napot kívánok az uraktól! Mutatkozzál be! Szeretnék kérni egy sajtos tejfölös lángost, mert... Jó napot kívánok! A 13. cigánykerületi bajba. Így van, a polgárőrök vagyunk. Kérnek! Itt láttam, hogy itt... Szálljanak ki a kocsiból! Hát át szeretnénk nézni a gépjárművet, hogy fizikálisan minden rendben van-e. Anyu ruháját vettük fő véletlen? Ez hát, probléma. Hát ez baj, ez baj. Ez egy 5000-es csak már most látom. Láda, nem, de egy 1000-es az jól jönne, mert mindjárt izé ledobja az égszíjat. Telefont ezt a kódot. Bele kell néznem a zsebedbe. Jó, szemtelenkedés, még egy 1000-es, ez már 6000 Itt a cimborán már itt írja a nagy vádakat, meg problémákat, itt összegyűjtsük. Figyelek, uram. Mi fasz van itt? Várjunk már, mert 5 ember beszél egyszerre. Ez probléma, így van. Átadom a szót. Juan Pablo Alvarez. Mondja. 5000 dollár a buzis ruháért és egy 1000-es a szemtelenkedés. Eddig 6400. Junior, velem tudsz jönni egy pillanatra? Persze. Szeretne helyszínen befizetni a bírságot? Vagy kérdezzem meg, tudsz viselkedni? Micsoda, mit mondod? Tessék, azt mondta faszom. Senki nem vitte ki a pusztulj már innen. Te csinálod a peszkót? Hát Dév, mira? Ja, az biciklis volt. Álljatok bele! Ez a Tony Hawk! Bázi meg. Itt a Dave-mira nézd csak öreg! Öreg! Há! Öreg! Elnézést, bocsánat, egy pillanatod egy... Itt a Dave-mira! Támadnak az ellemek! Miben segíthetek? Ez a két kérdezős, de képzeld már! Figyelj már ide! Ez a két vadember... Semmit uraim, menjünk már ide! Figyeljetek már ide a kurva anyátokat! Bepejezitek! Ősemberek vagytok! Ősemberek vagytok! Viselkedjetek már! Bassza meg! Hát ez már hihetetlen. Nem jól áll a szénájuk, uraim! Nagyon nem jól áll a szénájuk! Most akkor már kérdezik? Szóval szeretnének fellebezni a 7000 dolláros bírság után, mert nem tetszett nekik egy kép, hogy helyszínen fizethető, vagy készpénzben. Jó, akkor itt az ideje, hogy átvegyem a szót és tájékoztatást nyújtsak. Átadom a szót a 13. kerületi cigányvajdának. Jó napot kívánok! Szóval, mi a kérdés, urat? Mi a kérdés? Miért van szakáll lehőd? Hát ez egy jó kérdés, az evolúció trépát űzött vele. Úgy látszik. Jó, ez egy 500-as, azért még ide vigyeztek a kérdéseket. Várjon már, uram, én utalok, csak adjanak már egy telefont. Az a baj, nincs telefonunk, mert nem akkor hiszünk a modern technikába. Azt gondoljuk, hogy átveszi az uralmat az elménk akkor felett. Akkor gyerünk egy bankba. Rendben, hát akkor elkísérjük. 4000 dolláros költség lesz, ha ez bevallom. Tényleg, drága az üzemanyag. Jó, akkor a banknál jöjjenek utánunk rendben, 10 kíséretet kapnak. Várjál, beszállok addig mögéjük, jó? Fegyverrel? Ne bassza már meg! Figyeljetek már ide ezzel a Giulio, meg a Lalival kéne valamit csinálni, bassz meg! Majd hát elintézzük mindjárt, jó? Nem kell semmit, van a pánul, dehogy nem veled, Isten retkes! Állandóan beregszel mindenkivel, hogy szárítson ki a nap hónapra! Arra jutottam, hogy itt mögöttünk ez kettő ilyen rosszabb barc, kifizetik a pénzt, és odaadjuk még a Giuliót, meg a Lalit, vigyék el a kecibe, jó? Jó, benne! A Tranyót kéne odaállni! De én most kértem bocsánatot, hogy meg fogok változni. Kit érdekel, bazd meg a bocsánat kérésed? Na jöjjenek, akkor kinek adjam a... Majd az öreg úrnak, az öreg úrnak. Akkor jöjjön már az öreg úrnak. Jövök egy pillanat. Figyeljen már addig... itt a zöld ruhás ember, a Vincs úr, jöjjön már egy pillanat. Van egy kis probléma, ura. Jöjjön. Elnézést, kaphatnék egy telefont. Hát én is hagyják már. Tőle szeretném. Neked az ajándékatokat beszéljük meg, Lali, hogy mit vegyünk nektek, jó? Ja, elköpte Joker magát, hogy Lali elköpte, hogy minket húzott ki. Figyelj csak! Teszkós Grinch. Az a baj, hogy a Mikulás panod, az be van izébe horpadva, mint a barkaszódala idegileg, mert telefon kéne ki. Na, suttogok egy kicsit, jó? Na, figyelj csak!
visszadok $1000-et, ezt a kettőt elviszitek a faszba. De ne, azt ezért is el kell vinni. A passzos gádzsit. Ezt a hármat, jó? De nézzem megint mit csinál. Most oda vigyeztek, sőt, adok fegyvert is, jó? Ha kell, de mit kell? Mi beregszel? Én nem beregszel. Hát ez hihetetlen. Mondjam már egy cipőszámot. Nem? Bocsánat. 716, 716, főnök. De várjon már, ez a telefon, ez nem is létezik. Nagyon jó van rajta, már igen, jól látom. De milyen? Várjunk már egy picit. Adtak egy telefon, de konkrétan azt mondja, hogy nincs telefonod. Mi történik? Mi a kedvenc számod? Add vissza a telefonomat. De mi a kedvenc? Azt a mindig. Add vissza a telefont. De mi a kedvenc számod? Én ezt már nem bírom idegileg. Krisztián, kösz a 145-öt, Bence a 145-öt, Sára a 45-öt. Jó van, kussolj már el, Lali. Beszélni akartam veletek. Mi a faszom még állandóan berekedni? Ha? Én nem berekedtem. Dehogy nem, bazd, mindenki tudsz, vágsz. Mi vagy te, egy gorilla, bazd meg? Ha? Igen, nyomorék vagy, Júlia, vagy nyomorék. Na megszólal. Fő fogsz baszni. Lali, ez a tiéd, a rákegyem meg. Ez itt te ne. Itt haza. Csöbes. Ki fogom hívni a rendőrséget hát, rád. Szia atyám, hello! Ez tegnapi live, így van, ez egy tegnapi live. Juni, van nálad valami ütőszerszám? Persze. Igazítsd már meg. Hát de oké, de most parancsra teljesítem. Ha izét, a tranyót igazítsd már meg. Hát visszavítettem magam, köszi. Nagyon jó. Gugi, ne félj, tranyó. Ne félj. Inkább beülök és ne szállj be. Ez tegnap, igen. Van öreg, mondom, én megpróbálok megváltozni. Jó, úr, Hector úr, ki tudva szállni a GTA-t? Természetesen, jó napot. Tud megbeszélni egy kicsit? Persze, jövök. Az igen. Miben segíthetek, Mr. Joker? Szeretnék az öreg úrral beszélgetni négy szem közt egy kicsit, úgy, hogy a Lali nincs itt, jó? Igen? Nem magyarázd már. Elintéztem. Rendben, akkor Lajos, ide tudnál jönni? Szia uram, nárok, hogy kiszállnál itt. Szájkli, szüves. Éhe. Halljátok, papók. Na igen, ezt akartam mondani, hogy ne reagálj semmi. Adjam. Na most a fegyver fognak. Segítség. Ne. Adjam a pénzt. Lajos, meglédünk. Tedd el öreg, most sem azt, hogy elvigyék. Hagyja, nézd meg, milyen szép. Jézusom. Hajrá, Lali. Azaz, Lali. Hajrá. Dig. És nézd meg, kell lerendezni. Az igen. Hát ez baj. Uraim, mi történik? Az semmi, ez egy szokásos családi tárpont. Pimporgatás a legújabb része a Terminátornak mosporog. Kérem, hagyj el a helyszínt. Értem. Most azonnal. Elhagyom, csak nagyon megijedtem, tudja. Ügyes volt, uram, ügyesen lenyírta a rossz fickókat. Köszönöm szépen. Ügyes volt. Szívesen a segítséget, Lajos. Írtál már levelet a Jézuskának? Gyere ide, uborka! Írtál levelet a Jézuskának? Hát, ja, majd fogok. A cipőt ki van más rubickolva? Mert mindjárt jön a Mikulás hát, is, minden faszom. Hát, lehet, hogy nincsen egy forintom se. Itt izé, fagyoskodok ebbe a kisgatyába. Hát, figyelj csak ide! Látod itt a barátom? Nem a barátom, ezt a nőt, aki amúgy egy pirpi. Hú, most egy kicsit összezavarodott a tekinteted. Hát nőt látok, igen. Figyelj csak ide! Mert én egy nő vagyok. Hát ezt az ember némi kijelenteni. De adjál már neki pénzt ruhára. Tragyó. Hát de akkor megbocsátasz? Akkor a mai bűneim el vannak simítva? Bárj ezt megnézem a számítógépen. A GPS-be beírom. Gyere már, bazd meg! Az autó az önöké? Elnézést, fiatalember, tiszteletten! Igen? Hagyj hívjam már fel a figyelmét itt, mint polgárőri tisztemmel kapcsolatos megmozdulással tekintetem. Jézus. Észrevette, a tilosban parkolás vágyja, az megállja a helyét itt most ebben a pillanatban. De a motorral a járdán szabad tartózkodni, én úgy tudom. Ez honnan tudja maga ezt? Nem szabad. Ez benne van a kresszbe. Mit keresztezik itt neked, Dick? Jézusom, de jó ez az autó. Öreg, írjál neked csekket. Ez mi? Nem tudunk ezzel együtt érteni. Írjad, írd meg neki. Mi? Mondjad. Mi? Mennyi? Mi lesz? Mi? Azért, mert tilosba parkolás vágyja. De forrok meg. Ez öreg, mennyi lesz? 3000? Nem, azért nem kell annyi. Mennyi pénzed van? Nem, kurjatok föl!
Menjünk be a hely! Karvajon! 1500 lesz! Állj le egy picit! Állj le! Figyelj csak ide! Egyezzünk meg! Igen? Ide csúszhatj egy kis aprót, ezt elfelejtsük. De... Hát... Vagy akkor megy a 3000-es. Hát most választottam. Álfászám láthattok róla? Miről? A 3000-ről adunk? Hát... 3000-ről adunk, de ha 1500-t adsz a zsebből az öregnek, akkor nem. Nem kell 1500-t. Legyen 1500-t. Egy 500-as dobsz, azt jók vagyunk, de... Hát jó, de akkor leveszem a pénzt, bár pont annyi is csinál majd. Jó van akkor. Akkor... Jó, akkor leveszem. 500-ba, de sokat 1500. Beszélgetünk, még 800 most, lesz a végére. Haladjál. Most akkor... Egy 500-as dió. 1500. Jó, de most akkor... Jó. Ne vidd el neki a motorját, he. Ezt az értetlen tuskót. Hát, te popázol. Ja, én nem akarom elvinni. Erőszakos geci. Hát, hogy el ne menjen még, mielőtt ki nem fizetik, tudod? Ilyen biztonság. Lali, lesz az? Látjátok, már egy kicsit az agresszióban is gondolkoztam, és nem ütöttem meg. Juni, kínálj meg egy cigivel, mert pofán basszak neki futásból. Most vettem ki a zsebükből. Adjál egy cigit. Itt van a pénz. Van tűzed, öreg? Én maga ki vagyok a túl. Kivette a nagy mátyásokat, a mátyásokat kivette. A 622-esnek kell adni. Nem. 622. Nem. Mely? 622. Öreg, most akkor tüzet. Kinek adjam? Nincs tüzem. Egy már tüzet. Hát hogy gyújtottad meg? 622. Na add ide az 500-ost, azt itt sem vagyunk. De most... 716. Mi? 716. 716. Oké. Adom is. Ezek korruptak, ezekkel ne foglalkozzál. Becek össze a 25-et. Van, aki adjon már tüzet. Hát, az Isten megbasz. Állj már le! Nesze. Na jó, várjál, hol a motorom? Na futálom meg, tessék! Hát azt nem tudom. Hát mi vagyok én? Ahogy volt megbeszélve, hogy most odaad a pénzt, akkor visszaadjátok a motorom. Hát nézd már, ott megy el, de ezt nem ismerjük. Menjél oda, azt kérd el tőle. Ki a rák vitt el, geci? Miért nézze, találtad egy gyújtót? Szálljál kifele! Nyugi öreg, nem akarok balhét. Én mondom, most már így megnyugodtam, hogy látlak. Így öreg, kölcsönkettem öngyújtódat, jó, úgy találtam a kocsiba. Jó van. Így, mi ez a lövöldözés? Úristen, de büdös, a csőlapom! Itt van a szarok, ugyász! Öreg, én ezt kikloppolom. Melyiket? Hagyd de gecibe! Itt lövöldözés hallottam a környéket. Milyen nyéken? Há. Biztos a biboldogtál volt. Ez nincsen tényleg gumi? Ez nem kanyarodik, Dick. Ez a bolygót forgatja maga alatt. Igen. Hol volt a lövöldözés? Nem volt, öreg. Hát halucinogén anyagokat szedsz. Hát néha. Hát adtam neki egy cigit, nem tudom mi van benne. Itt volt, ha. Érzem. Nem volt, esküd. Egy cigi kettem, felesbe. Belegugolhatsz a nyelesbe. Egy jó nagy fasz volt a seggedbe. Nézd meg, hogy megyek, figyeljé. Ez figyel. Az igen. Ez a stílus. Hát nem a koronavírus. Érted. Hopp, itt egy szlalon. Azt milyen jó autód van. Vezetéstechnikai tréninget fogok indítani. Azt az asztamát meg kell állítani. Gyors hajtás! Az biztos. Gyerünk! Beli, kapd el! Hát valaki kapja el, mert mi nem fogjuk. Menjél, Lali! Bencek össze 25-ed! Azonnali hatályokkal álljon pére, jó napot kívánok, tisztelettel! A polgárőrségtől vagyunk, tisztelettel! Ajaj! A jelvényszámom 3546, 7393 és fél. Szálljon kifele, a gyorshajtás vétsége áll fönt. Elnézést, ha. Itt van a társam, paplanszájú Stanesli őrmester, katás vállalkozó, és ő fogja ismertetni a vádakat. Rendben. Ki ismerteti a vádakat? Hát te bazd meg. Ja, és mik a vádpont? Hát találj már ki valamit. Gyorshajtások, meg minden. Jó napot kívánok, kezit csókolom. Én a rám ruházott hatalomnál fogva a 13. cigánykerületi vajda. Na. Jó napot, szálljon már ki. Ez probléma. Az pont jó volt.
Na, az még jobb. Fasznak kellene fegyvert fogni. Kussoljál, mert szájba vágnak. Nem megmondtam? Majd a jobb keze. Ezennel felhatalmazom magamat, hogy megbüntessem önöket. Rendben. Mert tegnap megitták az összes sörünket. Ez 5000 dollárba fog kerülni, plusz egy 1000-es a kérdés, hogy miért? Megkérdezi? De fejegén, nem? 6000 dollár lesz, mert nem ittettem kérdést, köszönöm szépen. Meg szeretném kérni itt a jobbomon álló úriember. Azért fogom rá, hogy hátra elgázza valakit. Egy majomra, hiszen igen? A leszármazottja az egyik legősibb. Írja a csekket? A Giulionak. Igen, nézzel, ne bámuljon rá, igen, beszél a szarmi, és ezt gondoltuk először. Na. Öreg! Hát meg is sepődtem, na. 5000 meg. Na, ne sértegessük a másikat, öreg, ez plusz egy 2000-es. A másikat. Mi a probléma? Sértegeti a másikat, hogy... Hát ott sértegetném már. Látszik, hogy a felmenő az elég nagy majom volt. Nagyon-nagyon szépen fogalmaztam. Akkor nem minden fehér, na. Jó, az úriemberre 2000 dollár. Nem minden fehér, ami fény. Plusz 2000, igen. Hello! Eddig... Jó napot! 8500-nél tartunk. Jó, van az úriembernek, meg lesz is. Semmi. Jó, kettő opciójuk van, szeretnék most befizetni, vagy esetleg KP-ba ideadni. Hát azért a Raiffeisenhez el kell menni. Azért most föl kell törni a balac perselyt a kurva életben. Plusz egy 500-as, nem Joker? Hát ez helyett. Minden plusz egy 500-as. Hát hogy ne, üzemanyag minden. Elnézést, itt a kék ruhás úriemberért jöttük, mert hallottuk, hogy rossz volt. Azt a kurva. Jöjjön már velünk, kár. A Mikulás elviszi, mondjad a Mikulás. De látod, ez a baj. Ez a baj. Ez agresszió, abban a pillanatban debrői. Híjad a rendőrzsöket, meg a mentőt, helikopter, enneni, tech, minden jöjjön, hadsereg. Nézd meg a dekopirgece, hogy szúr. Meg a szomszéd is. Azt a kurva. Hát dögölj már meg! Ez az! Azt a kurva. Ezt nem bírom feldolgozni. Ez, mint szombat este a disznóvágáson, pont úgy történt a megszúrás. Ajaj. Figyelj csak ide! Juni, ez az! Elővett a fegyver. Jó. Nálam nincs fegyver, az a baj. Ki fog közben avatkozni? Ezt az erőszakos világot. Mutasd meg a fináldat. Azt a kurva. Azt a büdös kurva. Hol is tartott? A vesség leszakadt. Na, figyeljetek ide! 1500-et pattintsatok! Pattintsatok! Minden nélkül, azt mehettek a rákba. 1500-et. Jaj! Rajolok az úrhoz. Elkapom valamit. Átadom, mi a kedvenc szám? A kurva jött meg, nem bassza. Menj a ribicsi. 716. 716, te csöves. Dobjad a Stitch-el egyetek. Na, Joker, annyira is tartottunk az összegbe? Tessék az úrnak. 8 körül. De van lehet 9. 1,5 milliárd dollár. Tegyél már le. Van, akkor... Tegyél már le. Hihetetlen, nem akarnak felvenni. A disznósagyból a disznók a fogát ne adjam oda? Tegyél már le! Jézt, ez mi volt? Jó, hogy a regi leüts! Aljas! Anyó, tegyél már! Te ki fogod húzni a gyufát ma? De nem én voltam, bozd meg! Jó, mindegy, ez egy plusz 1005. Az idő. Elnézést kérek. Egy altató lövedék eldurrant, bocsánat. Ez itt polgárőrség. Így van, jó napot, mibe segíthetünk? Fejjelentni szeretnék tenni. Hallgatom, mi történt? A Joker... Én nagy nyitvatos vagyok egyébként. Mi a rászadom a dolog? 1000 per fotó valaki. Aztán engem átvágtak, azt mondták megcsinálták az autót, ezt közben nem. Figyeljen ide, az ombudsman a szakszervezetekkel kapcsolatos hivatali... De én engem az nem érdekel, mert nem tudok mit csinálni, azt hagyjál, hogy nem csináltak, meg még el is raboltak utána. De nézze már meg, ha be van állva a derekam. Én sem megyek oda magához, hogy izé... Be van állva a derekam, becsípődött az ideg, meg ilyenek. Hát igen, azaz. Először is kiszállási díj. Így van. Dévi készpénze van magában? Szabad sajtót szeretnék. Arra szükség van. Azt hagyján. Elmentem még a gyümölcsöshöz is. Akkor még kilóra sem. Akarta adni az almát, az bele volt szarva. Az alma közepibe? Ezt adjuk a gyerekeknek. Azt a kurva engem. Hát, Ezt úgy akart eladni. Ezt az INTS-nek be kell jelenteni. A fogyasztóvédelem 0-90 faszomat kivettem. Ez tudj ki, így tud működni. Honnan? Mi? A szádból. Micsoda elnézést. Ezért vagyok depressziós, mert itt minden is történik. Folyamatos történések. A spiráljából működik az idő, a passz a homlokodból kidő. Nagy tisztelettel jegyezném meg ezeket a bölcs szavakat, amit az életem során előre néztem többször pörs alá, és milyen ajándék kerül majd a fa alá. Írt már Jézuskának, írt már levelet? Hogy kérdezzek már?
Igen, az én biciklim. Nincs festék, elfogyott. Sej bicikli. Probléma, hogy nem értem, mert itt olyan sokan beszélni. Hát de miért? A pad alatt. Miért? Nem tudom. Azt maga az volt baj, már... hangokat hall. Maga egy izé? Ki kell cserélni ez az izzót, egy spirituális jellem. Tartóba kivetszem az izzót, kézzel lehet. Az is, az is. Jaj. Azt van erre valami kedvezmény? Rábaszok csajtartóra, a kurva is, te meg nem bassza. Az bővebben erről valamit? Hát az a probléma, hogy itt titoktartásról van szó, aztán... Melyik? Mindig tudok úgy nyilatkozni. Melyik a titoktartás? Milyen színű? Maga szerint, ha most becsukja a szemét... Rózsaszín, rózsaszín. Ha most én csukom be a szemem, akkor szerintem a titoktartás az barna. De miért? Hát bassza, hát ez ilyen. Érti. Lássa a Mikulást? Ott fekszik. Hát. Meg lett baszva. Baszád? Csak azért mondom, mert és, mire vagyunk és képesek. És mi mellette? Az a Krampus. Hey. Jó, úgy mondja. Állj le, hát! Ne lövöldözzél már! Kűha, ez nem volt szép látvány. Minek loptad el a barátát? Ezt én nem bírom feldolgozni. Mindjárt jövök egy pillanat. Csak elugrok, mert nagyon kell. Az a baj, hogy tegnap izétettem mézet, az posok az volt, mint a pelikán. Nem tudom ledörgülni a vécéről. Mindjárt visszajövök. Vagy érzésem nem fog visszajövni. Hon a Joker? Itt vagyok, előtted! Vigyázzat, vigyázzana! Jézus, nincs kézifék most, mert... Ja. Megnyúlt a Bobden. Így mara itt egy emelő az úton. Ez mi volt? Ez egy emelő mi volt. Mi krokodil? Öcsém. Örüljtök nagyon? Örüljtök? Én is. Ez egy munkahelyi baleset volt. Bocsánat. Lali, bazd meg. Egyébként, gyertek már ide, hagyj beszéljek veletek. Tessék. Így egy kubai szibán. Lalit meg fogom verni, esküszöm neked. Lali, gyere ide, nézd, gyere ide. Gyere ide, Lajos. Gyere ide. Nézd meg, mit csináltál. Nézd meg, öreg, mit csinált velem el. Az igen. A szemöldöke felszakadt. Figyelj már ide, te köcsök gyerek. Mire körülsz? Mire körülsz? Nem tudsz viselkedni? A rákegyek ki azt a retkes gyomról. Vissza, mit jutsz vissza, Lali? Vissza, mit? Bocsi, Joker. Figyelj. Tedd fel a közed. Figyelj ide, Lajos! Te meg a Giulio nem tudtok viselkedni? Ha? Faszom, na hol vagy? Hol érzed magad? Kannibál, geci! Ha? Ezt tész tampóba felraktam a kezem, látod, Öri? Ezt tész tampa tampó! Nem tudsz elé viselkedni? Nem, jaj, nem a izébe vagy a tápiószecsei agyagos parton, köcsög gyerek! Viselkedjél! Ezt figyelj, szerencséd van, hogy csak egy szemem van, azt nem látok! Látod ezt, Lali? Csabi, kösz a subgiftet! Gerda, kösz a 99-et, Krisztián a 100-at! Kösz szépen! Mindenkinek nagyon köszi szépen. Köszi, messzi, köszi. Nézd meg, hogy kukázik az Öri. Ez Öri-Böri! Van nálunk egy műpina, ami egyébként a nehéz időkben teljesen jól tud működni. Van egy ilyen kubai szivarom, azt ez jó valamire? Há? Lelököd a Giuliót, há? Hát, geci, nem bírtok magatokkal. Lelököd a... Maradj el! Lemmaradsz! Jaj, bocsori! Hát a rák megesz már Joker! Nem direkt volt! A kurva anyád, a tranyó, geci, mit nézel? Hello! Ne kelj föl! Én elhatárolódom a viselkedésetektől. Ez az igazság. Ezt már nem lehet bírni idegekkel. Öreg, de... De most tényleg nézd már, mi csinált velem a Lali, hát hogy nézzen ki! Hogy nézzen ki, topod el karriert akartam építeni, de ezzel a hengyel nem akarlak megbántani, Joker! De eddig olyan kráteres volt a fejed, mint aki kutyát szopott. És ezt nem rosszul mondom. Nem csúnya vagyok, nem csúnya vagyok, tudod? Nem, csak messziről jó nézni. Csak különleges, bazd meg! Az kurva élet, ez igaz, ez igaz. Ebben nem lehet belekötni. Köszönöm szépen! Lali, gyere le a kurva anyádat, gyere le! Megyek.
Te gyere le, Lali! Ne gecizel, Lali! Fejezzétek be ezt az agressziót! A Mikulás nem hoz neked semmit, Lali, ha nem jössz le! Tudod? Elárulta magát! Bőrvirgácsot akarsz, vagy mi? Bőrvirgácsot? Nem. Jaj, de... Krisztián, kösz az 50-et! Nagyon szépen kösz mindenkinek! György, Krisztián, Gerda, Bence és János, kösz szépen a csillagokat mindenkinek, srácok, nagyon aranyosok vagytok, és kösz szépen! Azt hittem, el akarják lopni a izét amúgy. Ja, jó napot! A reptére szeretném kérni. Hát, ez a rossz kocsiba üténdik. Miért? Lajos? Fánja, geci! Hát figyelj már, ne itt hagyj már a biciklit, te gyász! Hello! Jó napot! Dika kurva Ádám! Elnézést! Bocsánat! Ez fáj! Krisztián, kösz szépen! 1200! Zsolti, kösz szépen! Nagyon-nagyon szépen kösz! Az is jó! Tranyó, takarodj már innen a rákba! Kösz szépen az 1200-t, haber! Kösz szépen! Tomi az 50-et! Kösz szépen! Nagyon szépen kösz az 1200 millió forintot! Racsa van öreg! Cinematikus nézetek! Racsa? Meg akarnak kúpolni! Ajaj! Buzi, aki elveszi! Nézd már el, Lali! Az nem az anyád a sarkon! Tényleg az volt? Hon? Ott a ne! Basszád be egy idegen autóba! Komolyan? Hát? Menj már vissza! Megint meg basszák el! Jó vagy, bátya! Szevasztok, gecik! Na csókolj, szépen beszélj! Habosra leszel baszkorászva! Gyere, szállj ki, csöves! Gyere, állj meg! Állj meg a rák egyenki! Készüljetek, mert öreg. Itt konfliktus van. Jó. Mi van te, bodri fejű göcsög? Mit lőnsz? Nem látod, hogy bevetésen vagyunk, ha? Mit szájasz, bobi fejű göcsög? Ha? Kezdem én, ha? Na gyere akkor, gyere dob föl a kezed, te rák! Üsse vissza! Üsse vissza! Hia már rendőröket, fiatalember! Ne szakad róla! Én megjöttem! Én megjöttem! Mi a fasz történik itt? Agresszív gecik vagytok, bazd meg! Ki kell nyitni? Ki kell nyitni a fegyverhasználati napulót? Kint a Dragonoid, mikor fejlődik. Hát mi történik itt? Miért kerekedtek állandóan? Komolyan mondom! Jaj, nem ide! Miért is egyáltalán nem pártok? A kurva anyád! Feküdj már! Feküdj! Fekszel le! Ezt már nem bírom idegileg. Nem bírom egyszerűen. Lecsapás. Na, nézd meg! Tisztalé! Öreg! Igen? Ki baszottul agresszívek vagytok, én nem értelek titeket! Ja, dugulj már el, te csöves, dugulj már el! Már tudom, miért csinálj, de takarodj már innen szopogatni faszokat, te kurva! Ez igaz, az a hobbija neki. Valaki kilőtte a kereket. Ki volt ez? Itt egy autószerelő szalon, menjünk, szereltessük meg, öreg! De hol? Mit szereltettek? Leversz egy... Hát figyelj! Meghussolsz, tranyó geci, balra menjél, balra! Aztán meg a következő megint van, és egyenesen. De ezt szerintem állítom a tranyú lövöldöt. Mi a rákos tüdő hallottak? Az Covid volt, hát. Zsolti, kösz szépen, Tamás az 50-et, Ádám az 5 hónapot, kösz szépen. Bázik, ezt nem lehet irányítani ezt. Elszabadult ez a gázra, úgy, a power, elszabadult. Itt van nem messze, látod a GPS-en? Balra lesz. Nem látom amúgy. Állj, ne, jobbra, egyenesen kellett volna menni. Itt van egyből. Még vagy 50 méter és bal. Én nem látom a GPS-t. A sárga. A jobb hátsó kereket. Kussolj már! Itt balra be, itt van a garázsa. Be, látod? Nem itt, ott jönnek ki az a... Látod, ott jön ki a szerelő. Jézus. Lementek össze a százat. Itt be. És kösz mindenkinek még egyszer.
Jó napot kívánok, ez itt Csókolom. Tavesz bundás kegyér, jó napot kívánok. Kívánok, uraim, jó napot. Segíthetek. Nagyon nagy izé szar került a palacsintába. Mert izé van, a jobb hátsó kidurrant meg ilyenek. Meg kell nézni, hogy... Kaszkóra vagyunk, Csókolom, mert van nyugdíjas bérlet az öregnek. Meg azt mondja már meg, hogy főként pöckülni, hogy menjen, mert utol kell érni a bűnöket. Megnézem. Leszerelem a motorát, tetőt, megcsavarozom. Kicserélem. Hűtőt folyadékot, leengedem. Kicserélem a hűtőt. Szevasztok, hello! Csúgya unni mondi erőszak, ne is mondd meznek. Lementek össze század. Az új gumit, csavarozom. Nagyon szépen kösz. És szóval akkor motor meg ilyenek érdekel? Á, minden mehet. Menjen, mint a gép. Mint a gép. Úgy menjen. Lajos, ne bámészkodjál, mert pofán basznak. Ó, úrek, leesett a hamu a földre. Hát akkor porszívózzál fönn. Várjál, felszedem. Szedjed fölfele, mert kezem. Megítélnek itt minket a parasztok. Érted? Engem is. Szia. De vittetek szeretnék. Hát öreg ember, ez teljesen fullos. Hát tudtam én. Nem voltam benne biztos. Nem, csak teszteltük a szakudást. Így van. Rendben, köszönjük szépen. Nem lehet tovább pöckölni semmivel sem. A viszontlátás! Nagyon szívesen, viszontlátásra! Szép estét! Itt van. Ez a penge, nem? Ez jó vagán. Ügyeljél már, köcsög gyerek, nem állnál alébb a szaroddal! Egy a polgár örök, nem is tudtam, hogy ilyen ruhába járkál. Nem fér ki. Ez látva, jó? Mert mit nem fér ki. Céges ruha, céges. Céges, jó van akkor. De büdös van egy jó munkát. Zárd be a pofádat, te gyász! Jó beszél, jó beszél. Nem bírom ezeket a szemtelenkedőket. Ezeket szájon kell vágni. Meg. Levárjuk őket valahol. Behány, megnézzük már meg, jó? Fordulj rá. Lekapcsolom a villanyt, most nagy bevetésen vagyunk. Milyen kocsiba jöttek? Lapakodás. Ezt láttad? Mivel, Lambo, ilyen buzi színűvel, megismered? Majd mondom, amelyik ilyen. Te a Juni hol van? Bánja faszom. Az volt az, nem? Ez. Jó napot kívánok, elnézés! Jó napot, ki kéne szállni! Polgárőrségi beavatkozások veszik kezdetét. Jó napot kívánok, hát ki kéne szállni a gépjárműbe? Hát mi történik itt? Történt egy kis baleset. Igen? Hát igen. Nekem? Jó, akkor félreállok. Nem kell, csak állítsa le a motort, jó? Állítsa le a... Félreállok, de csak félreállok. Már félre van állva. Ők na, na, nincs benisz, na jöjjön csak ide, uram! Személyigazolványt, forgalmit, jogosítványt, adóbevallást, semmi nincs sem. Kérni, jó? Semmi sincsen. Ne bassza már meg! Mi folyik itt? Vadd közt az 50-re, lement a 100-at. Rendőrség. Polgárőrség az. Figyeljön csak ide! Igen? Mit akart igen mondani elnézés maga a hurkazsír színű ruházatba? Polgárőrség az? Mi? Ha? Én ártatlan vagyok. Már szikrázik a szemem az idegtől? Nagy igazad. Bassza meg. Figyeljen már ide! Az úri ember mondta, hogy büdösek vagyunk, emlékszel? Nem, én csak azt mondtam, tényleg? Hogy büdös. Nem. Fúj, ajaj, büdös van, ezek ajaj, a büdösek. Ilyen lehet, kis buzis hangon mondta. Lehet. Micsoda? Lehet. Tényleg buzis hangon. Lehet fingott valaki. Na be kell ülni, biztos fingott valamelyik. Mi történik itt? Telefonomba jelző, be kell üljek, várjon. Tanyó, kapcsold már ki azt a szart, légy szíves! Figyelj csak ide! Vágja a fejemet a helyéről. Bocsi. Nagyon szépen. Milyen napjuk van itt, uraim? Nem hiszem el, Geci. Bocsánat, bazd meg! Szállják ki! Bocsánat! Nincs bocsánat! Köcsög gyerek! Már mondtam neked. De figyelj már ide! Szállják ki, már beledett ki tipró. Retek! Figyelj ide! Később még hálás lesz, mert a faszit. Kell. Micsoda, úgy nézni, mint aki rá vagyunk szorulva? Há? Ja, jó, ja nem, jó, elnézést, azt hittem. Hát de nem a templomba vagyunk. Ott kell hinni. A rák egyek ki a fejedet. Gyere csak ide, tesz. Jöjjön már ide. De most izész, humorizálsz. Humorizálsz. Hú, várjál, kiveszek egy csipeszt a kesztyűtartóból. Nem kell kivenni, nem. Megfogom, kétom a kesztyűtartót, kiveszek egy csipeszt. Ráhelyezem az orromra. Úriember, tudok segíteni? Én nekem? Igen. Ez egy öreg geci, ez nem úriember. Elnézést. És akkor? Hiába akar vele kedves lenni az ember, akkor semmire picsálja. Gyere te ragyom, hogy mit beszél az öreg apjából. Az igen, az nem semmi. Figyelj csak ide.
Pranyó. Így beszél mindig az öreg apjával. Nem bírsz a picsáddal? Ne haragudj, az elmúlt egy órában próbáltam kedves lenni, de te mindig elutasítottál. Hát hogy próbáljak megint tenni a jóért? Ez mi? Ez egy transformer? Ez az, hát. Érdekli magát? Egy ötösé leráltsa magát. Leráltsa az egész brigádot. Amíg távol voltál az úriember, a távolítettbe az édesanyába. Légy szíves, nézd meg, hogy ott vagyok, ott állok a sarkon, mert lehet, hogy ott vagyok. Ó, bozd meg! Ez itt, Lali. Tudod, te mit csináltál? Ez az úriember, most nem mit csinált. Na ide figyeljen, figyelj csak ide, te csöves gyász. A pusztulat tegye ki azt a gitárnyakadat, üljél be fel abba a kocsiba, beviszünk a rendőrségre. Mert összetörted itt közkárokozás és szemtelenkedés, dehogy ne. Most azonnal lehet beülni a gépjárműbe. De ülj be oda. De nincs olyan, hogy kell ülj be. Bennem kell, mert hívná. Ülj be oda. Oda ülj be. Jöjjön velem, uram, kérem szépen. Uram, nem fogom még egyszer felszólítani. A rendőrség nem minden felszólítom, hogy szálljon. Kényszerítő alkalmazások következnek. De jobb ügyes van ebben. Uram, még egyszer meg fogom kérni, a következő erőszakot fogok alkalmazni. Rendben, szakít az öreggel, nincs együtt a tragyom az öreggel. Megértette? Jó, van. Szépen. Ide előre, elém, úgy, nagyon jó, azt ügyes kis fiú. Mehetünk a rendőrségre. Ami balra van, öreg. Sose hívja a fokszorot 20 vörös kód. Jó, egy... oké. Egy buszirudit viszünk az izére, az állomásra, mindenki készül a fogadásra, köszönjük szépen. Várj egy picit, mert most itt meg akartam nézni ezt. Látom. Yes. Jó, öreg, a köreszteződés után itt átvágunk a mi garázson, itt menjél még itt jobbra. Jobbra, bassz meg, de előbb mondjad már, Nick. Jobbra. Itt jobbra, oké. És állj meg, és balra, itt van egy parkoló, látod, hogy megérkeztünk, ez egy privát rendőrség, ez a polgárőrség. Ez a föld alatti. Így van. Aha, jó van. Jó, köszönöm szépen. Meg szeretnék kérni az úriembert, hogy szálljon ki, és be fogjuk kísérni, elő fogjuk állítani. Szálljon ki. Jó, kicsit. Jó napot. Megkérem, hogy álljon a gépjármű elé. Leveszem a csipest az orromba. Ez étény. Hónap reggel. Válaszolok neked. Lali, nézd meg, légy szíves, hogy nincsen állna valami, mert szitta az anyád. Kívánok. Nem szittam. Lajos. Dehogy nem. Fő tizedes vagyok. Alp vagy a hegy. Jelvényszám. Én jelvényszám 11-9-6-5-2. Aha. És én végzem az... Lali, állj. Lajos, határozottabbnak kell lenni. Érted, eldurrhat egy-két pofon. Hogy érezzük... Én végzem az átkutatást. Így van. Na. Azért mondom. Szóval... Az érték kösz a 99-et, vat, kösz szépen az 50-et. Nagyon szépen kösz, látszok, ha tetszik a stream, nyomjatok egy lájkot, mert teljesen ingyen van. Megnézem, mi van itt. Nem kell. Találok nála 2880 dollárt, azt elveszem. A vagyon. Egy pisztó is van nála. Mennyi volt? Mennyi volt nála? 2800... A pisztolyt még kobozd el, bevisszük a izébe, azt utána lehet... A vitrinbe. Így van, utána mehet a rákba. Hogy viselkedte? Figyelj már, Tranyó, eltakarodsz a kurva anyádba? Engem meg elraboltak azok a koboldok. A Juni Muni, ez nagyon ház. Na, most hogy... Hát hogy jöttél vissza, és miért, ha? Most hogy megvagyunk, elvetted a pénzit? Igen. Na. A fegyverét? Igen. Akkor viszont látás, indulhat a séta. Öreg, én nem hagynám ennyibe, mert itt az úriember elég nagyon csúnya dolgokat mondt, és pocskandiázott minket. Figyelj! Nem baj, megfizette az árát, megfizette. Az elmúlt! Uh-huh. Egy órában próbáltam békés úton megoldani az összes problémát. Igen. De ezeknek az öreg faszú... Mi van, hát? Faszakadt a tarkadra, vagy mi? Nem volt jó. Ezért... Most szétkúrom azt a fejedet! Állj már le, Tranyó, geci! Állj le! Összes feszültséget küldtem be magam! Tranyó! Hogy tagölj meg! Te is bazd meg! Hey. Öreg geci! De te normális vagy, Tranyó, ha? Lelőjétek már szét a kocsival! Na, figyelj csak ide! Gyere ide, te uborka! Húzzál el a gyászba! Azt még egyszer szemtelen vagy, nem fogsz elsétálni, te csöves! Ne hazudjál! Húzz a gyászba! Nem si szólaltam! Mi?
Tranyó, te bírsz a picsáddal, már rákegyen ki? Nem lőttél, Lali. Az elmúlt egy órában bírtam. Szobd le az egy órádat, rendben? Mi vagy te, bazd meg? Te is szobd le az egy órádat, vénget! Le, állj le! Nem, most már ezt nem bírom, nem hagyom szólni! Állj le! Ez majdnem Joker. Jaj, bocs! Hát végre már, geci! Ezt nem hiszem el. Mi ez a lövöldözés már? Hát ez a két hülye egymást tölni. Lali megölte a Giuliót. Hoppá, megyünk bűnre. A Giulio megölte magát. Öngyilkos lett. E akkor mi sétálott mögötted? Ez nem halt meg. Fejezd már be, Lali, tényleg fejezzétek már be, bazd meg. Hát nem hiszem el. Ezt neked lősz, mi? Hát ez mi az? Figyeljetek már ide a pénzt, amit lehúztatok ettől a csövestővel. Hát négy fele kell dobni. Honnan a részem? Részemet akarom, bazd meg. Odaadom. Kiszámolom. Nem, Lali, tartozásod van, te ne számolgass el semmit. Ám mondjuk, mi vagy te, matematikus? Tedd már meg a takarékra. Érted, Lali? Tartozásod van. 720 fejenként. Lali, tartozásod van! De... Ja. Nincs, de... A számlát is mi fizettük? Tartozó, Saván! Nem mi. Azt nem ilyen karácsonyi. Az öreg meg én. Hát meg én. De jó, örültek neki. Mondom, az öreg neki? Meg én, de te nem karácsonyi érde. Hangulat. Nem, nem buzul az öreg. Legalábbis ki tudja. Lehet, hogy amúgy igen. Hát, baszd meg. Én ezt nem tudom feldolgozni, ezt a viselkedést, amit a Lajos és a Giulio prezentál itt ebbe. Ezek állítom, hogy ez borzasztó. Szóval már mind a kettő, nincs már vissza pillanatokban, hát vagy ez a Giulio a Lalira. Láttam, nyalja a szál a szélit. Ajjaj, itt baj van, itt meg kell menteni valaki. Azó, izé, az... Remélem. Fehér Audit már láttam valahol. Dikaz, ezek már kijönnek. Rablás van folyamatban. Leóna, kösz szépen a század. Hát ez nem megy, amúgy az a baj vele. Kösz szépen a sastojás Leóna. Elrabolták az uborkát. A kis Noki huszárt. Á, geci! Valami van. Gyerünk el nézni. Ebbe szoktuk. Öreg, állj meg! Bocsánat. Hát mi a geci van veletek, Dég? Hát most elmenekült a rabló ember. Az derék volt, Dég. Jó vagy, geci? Fiatal ember, kicsit Jézusom. Máshogan vezessen, kérem. Jézusom. Rendben, biztos úr. Mi, te vezettél? Te vezettél, geci? Uram, jó napot, aki felszik. Jézusom. Uram, tudnánk beszélni? Figyelj már, kurvanyátokat! Ti vagytok azok! Még egy Monopoly mehetne. Ricsikém, te nyugodj meg. Ezek raboltak el? Menjünk utánuk. Hol vannak? Merre mentek? Lali, látta valaki? Egyenesen. Ja, nincs hajtok. Ereje? Nincs. A gyengéknek való könnyíteni kell a kaszni. Már mindig, már megtek. Mindjárt vége lesz a streamnek, srácok. Valószínűleg holnap RP-zünk, mert... Nagyon élveztem arra. Most egyébként a havas hangulat miatt. Megyünk hazafele már. Mert nagyon rosszul vagyok miattad. Nem a... Itt vannak velünk szemben öreg. Ezek nem vagyok. Itt mentek, bazd meg. Előjétek már ki a kerekét.
Nem tudom, a sofőr lőhet? Lőhet amúgy? Joker, ne aludjál ma ilyenkor! Joker! Lali, te se! Elálmosodtunk! Oh! Szovelási. Srácok, kösz szépen, hogy itt voltatok a mai adásba. Most is, meg ezelőtt is. Holnap találkozunk legközelebb. Csá mindenkinek, jó pihenés, szevasztok. És hello, a lájkot megnyomjátok, akkor abból fogjuk tudni, hogy milyen live legyen. Szóval érdemes lájkolni azt a streamet, amit szeretel. Nagyon szépen köszi, és hello mindenkinek, és sziasztok, és hello.